estét kívánok, szervusztok, nagy szeretettel köszöntöm a nézőket, akik a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületének előadását fogják megnézni, melyben Kacso Pongrácz János Vitéz daljátékát adjuk elő. Elmondanám a szereposztást, a nagyszerű karmesterünk és narrátorunk Hegedűs Valér lesz. Szépen köszönöm szépen. A szereposztásban Jancsit Bóka Kristóf alakítja, Iluskát Sternberger Zsófia, a francia királylányt én fogom énekelni, és a boszorkányt, vagyis én vagyok a boszorkány szerepre felkérve. Utána van nekünk egy nagyon szép hangú bagónk, ő Hegedűs Iván, és van egy strázsamesterünk, ő pedig Víg Levente. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és átadom a szót Valérnak. Nagyon szépen köszönjük a szót, és én most egy kicsit a 1900-as évek első éveinek a bulvár sajtójára, vagy az akkori történésekre próbálom először összpontosítani a figyelmet. Mi is történt? 1903-ban Budapesten megnyílt a Király Színház. Nagyon-nagyon sok viszály, nagyon-nagyon sok konfliktus után, nagyon nehezen. Még ráadásul a bemutató, ahol egy 20 darabot mutattak be, a bemutató előtt néhány nappal leszakadt az a bizonyos legendás bal négyes páholy. És az igazgató Bőti László, hogy eloszlassa az aggodalmakat, ő maga ült be ebbe a septében helyreállított bal négyes páholyba, és onnan nézte végig az előadást. Bőti László egyébként a irodalom egyik legzseniálisabb rendezője volt. Az ő kortársai azt mondták róla, hogyha a nap 24 órájából csak egy órát foglalkozna a színházzal, akkor a világ legeredményesebb rendezője lehetne. Csak egy momentum, hogy rettenetesen szerette a kártyát, és amikor az élete végén rosszul lett a Fészek klubban, akkor szóltak az édesanyjának, Rákosi Szidi színésztőnek és ugye a színiskola tulajdonosának, szóltak neki, hogy a fia nagyon rosszul van, oda ment, de mire odaért, a férfiak már meghatottan és zavartan fogadták őt, mire azt mondta nekik, hogy uraim, ne mondjanak semmit, mindig tudtam, hogy a fiam kártyaasztalnál fog meghalni. Nos, hát ez a zseniális rendező, amikor egyszer a színházában, a Király Színházban, ami akkor már majdnem egy éve működött, egyik alkalommal a próbateremből valami csodálatos zenét hallott. Benyitott, és látta, hogy a fiatal dr. Kacso Pongrácz ül a zongoránál, és tanítja az énekeseket különböző dallamokra, amiket ő alkotott. És azt mondta, hogy mi ez? Mit próbálnak maguk? És mondja, hogy hát lesz egy tündérország, vagy tündérkert, vagy nem tudom pontosan milyen című kis operetta. Azt majdnem az asztalra csapott, azt mondta, hogy nem. Ebből a zenéből nemzeti daljáték lesz. Ez olyan nemes, olyan magasztos felülelkedett zene, hogy ennek valami nagyon komoly dolognak kell lenni. És elkezdték kutatni, hogy mit is lehetne, így került a sor Petőfi Sándor János Vitézére, amire aztán felkérték Bakonyi János, nagyszerű librettóírót, és Heltai Jenőt, hát ki ne ismerné a 3-tól 6-ig meg a Modell című kuplé zseniális szerzőjét. Heltai Jenő csinálta meg a dalszövegeket, és így lett aztán, így állt össze ez a nagyszerű mű. 1904-ben alig egy évvel, még nem is egész egy évvel a Király Színház megnyitása előtt, vagy után mutatták be ezt a művet. Fedáksári Negyasszai Vilma is valami egészen parádés szereposztás keretében, és aztán ebből a darabból valami határtalan, óriási siker lett, és eljutott ez a darab a Nemzeti Színházba, sőt, ugye Ötvös Csilla, most a mi király kisasszonyunk, ugye lehet a tanulja annak, hogy eljutott bizony az operaházba, és nagyon-nagyon sok előadást megért az Állami Operaházban, mai napig is műsorban. Nos,
kezdődik el a játék. Először játszom a nyitányból egy kis részletet. A nyitány is érdekes, mindjárt a kék tó tisztató, az egy rózsaszál szemben beszél, a huszárinduló és a falu képe, a falu végének a tájképe szerepel. És utána pedig jön egy szereplő, ami nincs benne Petőfi Sándor daljában, vagy játékában, vagy költeményében, a bagó szerep, ami egy kicsit olyan bárhuzabb, mint ahogy bánybánnak a Tiborc, egy kicsit ez a paraszti figura, aki ugye, hát reménytelen szerelmes a főhősnőbe, és most is valami szomorú dallamot énekel. Tehát következzék a nyitány, és utána mindjárt, hát hallgassuk meg bagó dalát. Köszönjük a figyelmet! Yeah.
De a falu végén jött egy parancsolat, ott tartózkodtak éppen a huszárok, és szólt az óbester, hogy csatlakozni kell az Ármádiához, mert a török-francia háború bizony újra kitört. Következzék tehát a strázsavester dala. Sugára, az ég tetejéről a juhászbojtára. Fölösleges dolog sütnie, hogy nagyon, a juhásznak úgyis nagy belege vagyon. Szerelem tüze ég fiatal szívében, úgy legelteti a nyájat a falu végen. Okay.
Kőhajtásnyira volt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak, de nem ám a patak csillámló habjára, hanem a patakban egy szürke kislányra. És az, aki a vízben a munkát, a ruhát tisztázza, Iluska az Jancsi szívének gyöngyháza. És akkor Jancsi kicsalta a lányt édes beszédével, aztán megcsókolta a száját nem egyszer, nem százszor, ki mindeneket tud, csak azt tudja hányszor. Thank you.
A nap akkor már a földet érintette, mikor Jancsi a nyájat félig összeszedte. Nem tudja, hol lehet annak másik fele, tolvaj vagy farkas, ami elment vele. El kell mennem, elbújdosnom,
a falu népe sajnos kicsúfolta, Csalán királynénak és Bogáncs királynak hívta őket. És kezdődik a második. Jancsi a csapatával már hetet hét országon túljár, és eljutott egészen a francia király udvarába. És a francia király udvarában a francia királylány panaszkodik, hogy bizony az ő férfiai, az ő vitézei, hát nem állják meg a helyüket a törökkel szemben,
És az ő édesapja is mit csinált? Hazajött a harcmezőről. És akkor megkérdezi tőle, hogy hát de apám, hogy hagyhatod ott a katonákat és a harcmezőt, amikor a török így nyomul előre? Azt mondja a király, hogy jaj, édes lányom, ha tudnád, hogy az van a csatában milyen rumli volt, hát azt nem lehetett kibírni. Hát így aztán ez a szegény királylány arra gondol, hogy milyen jó lenne, ha őt férfinek teremtette volna a teremtő. És most akkor egy picike kis ízelítő ebből az édeskés menüetből, ami a francia udvart tova lengi, és aztán meg is jelenik nem sokára a királylány. Szomjasan kiáltva, fickó, add meg magad! Szörnyű haddal jött a bőszkők, s hogy maguknál el.
szép Magyarországról. Ez Bagó. Valóban, itt most megjelenik Bagó, és valami szomorú jeges tuvalat szalad végig a királyi trónok körül és a királyi termeken. Megjelenik Bagó egy nagyon-nagyon szomorú hírrel, elmondja, hogy Iluska meghalt, nincs már többet, és csak egy rózsaszálat hozott a sírjáról. Ez most tulajdonképpen a drámai felső pontja ennek a műnek, és most következik Bagó híres egy rózsaszál című áriája. Köszönjük a figyelmet! Rose.
Kukorica Jancsinak a János Vitéz nevet adta. Egy híres színészünk úgy adta ezt elő, hogy azt mondta, hogy a te neved ezentúl nem Kukorica Jancsi, de János Vitéz legyen. És kifordult a közönség, azt mondta, ez legalább nem kerül egy fillérembe se. Nos, ezután pedig Bagó és János Vitéz elindulnak Iluskát megkeresni. És megint csak Babó következik, aki most meg szomorúan énekel egy kicsit, most meg azért szomorú, mert milyen messze van ő a ő hazájától. Egy kis tündértánc, és utána mindjárt következik Babó.
Tündérországnak egy tó állott a közepén, János vitéz búsan annak partjára mén. Mostoha. Ki vagy te, dicső vitéz, aki te vagy Isten, mert te országban jársz? Én a világ vándora vagyok. Megyek a halál országába visszahozni onnan megholt szeretőmet. Jaj, lelkem, rossz helyen jársz! Ez halál tavaid minden este kénköves láncs! Fröcsköl ki a világra, és elpusztít mindent! Ne higgy a boszorkánynak, János vitéz! Az élet tava előtt állsz! Te vén, facsaros lelkű, gonosz boszorkány, hát most ismerek rád! Megölted Iluskámat! Letaszítalak a szikláról, aztán, hogyha valóban boszorkány vagy, akkor repülj fel a Szent Gellért hegyére! Várjátok a csóba, János vitéz! Az élettava. János vitéz érkezett partjaidhoz, hogy visszakérje tőled elhunyt Iluskája életét. És most következik egy pici kis szubjektív megjegyzésem. Azt mondtam tegnap a kollégáimnak, hogy zenész vagyok, de nekem is van lelkem. És nagyon megütött az a zenei fordulat, hogy a Kék tó tiszta tó áriája közben Jancsi bedobja a rózsát. Iluska sírjáról szedett rózsát bedobja a tóba, és a csodás tóban egyszer csak hullámzás keletkezik, és kilép belőle Iluska. És ami a csoda, hogy a legdrámaibb rész a rózsaszálnak az utolsó sora. Ez megváltozik feltámadási zenévé, úgy, hogy durban jön. És aztán a feltámadás, amikor Jancsi és Iluska egymással találnak, hát most következzék a tójelenet a feltámadással együtt. Köszönjük szépen! Nekem őt, s
megtörtént a feltámadás. Egymásra találtak újra, és Tündér országban őket Tündér királynővé és Tündér királyá változtatták, illetve választották. Visszatér Magyarországra, visszatérnek a faluba, és boldogan élnek, és még egyszer felszólal a zenében a falu motívum és a patak zenéje. Thank you.
Köszönjük szépen is a figyelmet, és így ért véget a János Vitéz daljáték. Reméljük jól szórakoztak, és reméljük nem tartottunk nagyon sokáig. Mindenkit ott a székhez, úgyhogy köszönjük a figyelmet továbbra is. Szeretettel búcsúzunk, nagyon boldogok voltunk, hogy végighallgatták ezt az előadásunkat. Még egyszer elmondanám a neveket, hogy jól megjegyezzék. János Vitéz volt Bóka Kristóf, Sternberger Zsófia volt Iluska, én voltam Ötvös Csilla. Egy nagyon szép babunk volt, és egy nagyon aranyos strázsamesterünk. De hívjuk ide Hegedűs Valér művész urat, és hívjuk ide Daci Barnabást, aki az egészet közvetíti nagy-nagy-nagy szeretettel. És most halljuk a tapsot. Viszontlátásra! Hallunk a fülünkbe, a szívünkben halljuk a tapsot. Minden jót kívánunk! Köszönjük!